Mindjárt akarunk egymástól valamit. Valahogy neked is akad majd csak egy maca. Ne is mondja, édesapám. Nem csak macám, szeretőm is lett volna csak. Csak? Elboltáztad? De meg mit keresel itt? Téged, te bolond! Persze! A bajusznak meg viszálja magát! Ugyan már! Kell is nekem a bajusz! Dik már! Ez most komoly! Átfogtak mindent! Mi? Azt hiszik, hogy te csortod el az ősanyát! A csendőrök is téged akarnak elkapni! Az én fiamat? Meg bajusznét. Ki csodált? Anyám kever kavar, hogy hozzáadhasson bajuszhoz. Mi a nyavaja? Jó hallottad. Szöktess már meg végre! Hogy? Hát ez semmit se ért. Mi? Ilyen nincs. Kisasszony, semmiképp sem engedhetem be most oda. Jó estét, Vilmos. Miért nem? Csókolom. Azért, mert az van, karantén. Micsoda? Így van, egy karantén vesztek zár, egy cseszelény miatt. Egy óriás cseszelény elszabadult, és ha valakit megcsíp, szóval semmiképp sem engedhetem be. Orvosi előírás. Csak na, a testemen keresztül. Bocsánat, egy pillanat, nem hagyhatom, hogy baja essék. Megbolondult? Miért nem engedi be az igazgató úr lányát? Tessék parancsolni. Köszönöm. Igen, tessék, csak tessék. A karantén? Hogy? Milyen karantén? Mert ki az? Akárki is az itt megtelt. Ez már biztos, hogy a pesgő. Szobaszerviz. Kempelen küldi és gratulál. Te utolsó szemét! Tünde! Tünde! Várj! Köcsök is, köcsök! Most mi van? Legyél már nagyvonalú! Elég volt, te beteg vagy, Dávid? Beteg! Genetikailag alkalmatlan a hűségre. Tudod nektek, miről szól a hűség? A magántulajdonról, az én szállodám, az én pasi, az én pénzem! Csak hogy ez meg az én életem! Igen, épp most cseszted el!